Török Szent Miklós volt az egyike annak a mintegy 30 helyszínnek, ahol csatlakoztak az Országos Botra Fel kampányhoz. Az Országos Botra Fel kampányt a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége indította el 2017-ben. A helyi szerveződés oroszlán részét Búzás Sándorné, a Török Szent Miklósi Cukorbetegekért Egyesület vezetője vállalta magára. Valamennyi betegségnek alappillére a mozgás, és a mozgás hiánya általában okozza a súlyos problémákat. Mikor 6 évvel ezelőtt elindult ez a Nordic Walking program, ugye ez egy nagyon jó, minden izmot mozgató séta végeredménybe, egy kellemes, szabad levegőn, környezetbe, és jól elbeszélgetve, olyan kellemesen érezzük magunkat, és észre sem veszük, hogy 8-10 ezer lépést megtettük, és olyan kipihenten, örömmel fejezzük be ezeket a programokat. Minden évben csatlakoztunk még az országos programhoz. Minden alkalommal még sikerült megvalósítani, még úgy is, hogy a kezdetben leszakadt az ég, és utána kisütött a nap, és megcsináltuk a programot. Most is így lesz, de most bízom benne, hogy nem fog eső lenni. Nagyon lelkes a társaság, közel 50 fővel vagyunk jelen, de még most is várom, mert a fiatalok még nem értek ide, de biztos vagyok benne, hogy ők is érkeznek. Vannak már mondjuk egy páron, és úgy öröm együtt lenni, és az egészségünk védelmében ezt a pár lépést, ezt a pár órát azért mindig megtesszük. Ma mekkora távolságot gyalogolnak lehet, hogy nagyjából hány lépés lesz ezen a mai programon? Hát én a 10-12 ezerbe gondolkodom, de majd meglátjuk. Szerintem mindenki végig fogja csinálni. Nem csak a séta van itt, hanem szűrővizsgálatok is történnek. Ennek mi a háttere? Május hónap a vérnyomás ellenőrzése és ezeknek a vizsgálata. Kaptunk hozzá új készüléket is az országos programba, és ezzel három mérést kell egymás után végezni, és ebből fogják megállapítani végeredményben, hogy milyen állapotban vagyunk. Szorgalmasan mérnek a lányok, úgyhogy én egy olyan 30-35 mérésre számítok, és azon kívül van vércukormérés is. A vércukorméréssel pedig azt szoktuk, mikor visszaérünk a séta után, akkor is leellenőrizzük, és ennek a vércukorszint csökkentő hatása bebizonyosodott már évek óta, és bízom benne, hogy most is. Tehát aki nem csak ballag, hanem intenzíven sétál, annak jelentős eredményeket is tud elérni. Itt van velünk az Árok Parti Nordic Walking csoport is, és nagyon lelkesek, ők minden nap sétálnak, és van olyan a tapasztalatban, hogy aki már görnyedbe biciklit alig tudott tolni, most egyenes háttal sétál, de minden nap ott van a programban. Úgyhogy valóban érdemes csinálni. Mi minden hétfőn találkozunk, és ott is azok a lelkes emberek, a 10-15-en mindig ott vagyunk. Már most 6-szor járjuk körül a sportpályát, és jól elbeszélgetünk, és szinte vidáman, jókedvűen fejezzük be mindig a programot. És örülök, hogy ilyen sokan azért megtisztelték ezt a felhívásunkat, és itt vannak velünk, és ebben még az is jó, hogy olyanok is vannak, akik nem jelentkeztek, sőt olyan is, hogy Vezsenyről jelent kezedbe, hogy ő el szeretne jönni, és bízom benne, hogy ide ér a busszal, és nagy szeretettel látunk mindenkit. A Nordic Walking séta az Ipai Közművelődési Központtól indult, cél pedig a Galambos Park volt. A legmerészebbek a Galambos Park dombjának emelkedőjének is nekivágtak, és sikeresen fel is értek a tetejére.